Sziasztok, jó reggelt! Most megint csak egy parkolóban aludtunk. A Park for Night-ot szoktuk nézni, és azon ajánlották ezt a helyet. Egy ilyen nagyon picike kis falu. Hát úgymond főterén lehet aludni, nincs megtiltva. Bent behajtom az ajtót. Zoli még alszik. Elvileg, igen, ott van a kis rendőrség. Van itt közelben egy bolt. Nem látom ide, hogy lehet, hogy ez is egy bolt, nem látom sajnos innen. Hát már reggel 8 óra van, már van forgalom azért. Meg voltunk föntebb, ott van egy nagyobb pub, és ott tegnap este azért úgy, hogy még volt élet, ott is lehetett volna parkolni. Egy ilyen nyilvános WC is lett volna ott, nyitva. Nem volt a legtisztább, és nem tudom, ez valahogy itt a természetben így jobban tetszett. Igen, van szemét, de még mégsem, tehát mégis egy helyen, tehát nem össze-vissza. Azért veszem fel ezt a kosztás kávét, mert ezt mi dobtuk ide. Tegnap este Zoli ide dobta. Csak mégis az úton legyen már. Ott egy híd. Szerintem, nem tudom, vasúti híd lehet, nem tudom. És itt meg egy kis sétáló. Nem is, majdnem azt mondtam, sétáló utca, de nem. A folyó és a vasút nyomvonala jobbra van, és innen kezdődik az erdei séta. Szerintem ott kell bemenni. Itt vagyunk, és van a piros, meg a kék nyomvonal. Ez a túra, ez a River and Rail, tehát a folyó és ez a vasúti nyomvonal, ez a séta, ez összesen 10 percet igénybe, ez kb. 200 méter. Amúgy ebben a városkában vagyunk. Zolinak. Hát már, ez már tényleg a 9. nap, nagyon sokat voltunk így összezárva, ami nem is ezzel van baj, hanem este, ugye a nagy ágyakor szokott, ez picike, úgyhogy ez most így elsőre ilyen 8-9 napot, így éjszakát így benne aludni, kicsit sok volt. Meg most már tudjuk, hogy mit kell hozni, mit nem kell hozni. Járatosak vagyunk, van egy kis mobil buding, ez is szokta üríteni, azt csak végszükség esetében használjuk. Leginkább azért, hogy ne legyen nehéz, meg ugye szervizelni kell. Ki kell önteni, van egy kazettája, ugye ki kell önteni azt, amiben megy a cucc, és fölül meg ugye van víz, mert le lehet ezt húzni. Ott már megy a bulika. Korán reggel, hétfő reggel. Én soha nem mentem egy hétfő reggel munkába. Ez hangulatos kis város. Körbenézem az autót. Itt van a láva. Van a picsáján. Fú, hajat kell fésülnöm. Tegnap ingyen zuhanyoztunk. Úgy volt, hogy 4 órára be lehetett menni egy komplexumba. Ilyen felvonó kocsikon lehetett volna felmenni a hegyre, és annak van egy hatalmas nagy elkerített része, ahol lehet zuhanyozni. Úgy volt, hogy 3 perc, 1 font. Vagy ha veszel parkolójegyet egész napra, ami 4,50, akkor bemetsz, és ingyen van a zuhanyzás. És akkor odaértünk, láttuk, hogy ha 15 percet mész be, akkor ingyenes az egész parkolás. És olyan számoltuk, hogyha mégis, hogy én felvettem a melegítő pólót, tehát nekem ez elég, tehát minek fizessünk 4,50-et, ha 15 perc alatt ketten le tudunk bőven zuhanyozni. Mert ugye, mint kiderült, volt 2 zuhanyzó is, tehát nem egymásra kell várni. Tényleg csak úgy mentem be, hogy póló, melegítő, papucs. Zoli is így. Bementünk, ugye. Bementünk, mert hát mondom, ha beleférünk a 15 percbe, akkor ingyen voltunk, ha nem, akkor kifizetjük azt a parkolójegyet, na bum. És bementünk, és a zuhanyzó is ingyenes volt, nem kellett beledobálni az iPhone-okat, és végeztünk 15 perc alatt. Tehát nem kellett fizetni parkolójegyet se. Most nem azon a pár fonton múlik, hanem az elven. Ha meg lehet csinálni, akkor miért ne? Utána többet elköltött a McDonald's-ba, tehát itt nem a pénzről van szó, csak
próbáljuk kielvezni a lakóautós életet. Amúgy tele vagyunk koncervvel, de hát Zoli, ha McDonald's-ot kíván, akkor McDonald's-ot kíván. Hetek óta nem adott. A másik meg, hogy fú, mi volt ott? A Fort Williamben voltunk, és iszonyat nyűskés volt vasárnap este a Mekibe. Nem is mondtották a rendelést másodjára is, de már nem annyira, úgyhogy már azért nem szólt a Zoli. Úgyis csak egyre hidegebb hús kapott volna, ilyen elősített húsok voltak, úgyhogy mindegy, megkajálta. Azért annyira nem volt rossz, és jöttünk ide. Zolit ki kalapáljuk itt mostanában az ágyból, mert már 8 óra ideje mennünk. Megittam a kávét, csináltam egy élő videót, vagy egy élőzést. Zoli az már végre fölkelt, elkezdett is kávézni, ilyenkor legalább békén hagyom. És eljöttem erre az 5 perces sétára, amit írtak, itt a folyó és a vasúti híd nyomvonalán. Megnézzük, hogy mi van itt. Jaj, de szép! Hopp, olyan, nem tudom, milyen neve, hatalmas nagy vízimadár. Ilyen virágok vannak a padok mellett. Ezt nagyon szeretem, az ilyen virágokat. Picit mohás padok. Kardvirág, ugye? Ez az. Előbb nem tudom, milyen madár szállt föl, de majd megnézem, mert kint a táblán ki volt írva. Ez nagyon hangulatos kis sétálóút. De jó. Ezeket adtam, mik ezek a kis fadarabok, vagy honnan szedik, és miért rakják a padra. A másik padon is volt ilyen. De nagyon szép virágok vannak, szép színes. Ezt az egyet amúgy hiányoltam a skót felföldről, hogy meg hát Angliában is ugye, ugyanez vagy. Esik az eső, tehát minden szép zöld, de nincs szín. Nincs az a virágos rét, az a mező. Hopp, aha, értem. Itt van mellettünk a vasúti sín. Ide állnak be, mert az a vége, meg az eleje a vasúti, a vasútnak, bocsánat. Itt nincs pad, itt ilyen kis hagymácska van. Nem hagyma, hagyma, igen. Meg valami fűszer lehetett. Elment a tárolóautó, és akkor hát halljátok a madarakat is. Elérünk a végéhez, és felnézzünk, akkor itt van az, amit mutattam nektek az egyik videóban, hogy itt egy híd. Gondolom ez a vasúti híd. Na, és akkor még itt lehet menni tovább. Ahogy onnan jöttünk. Meg onnan tudjuk, hogy be lehet menni. Hát ki lenne írva, hogy privát. Annyira jó ez a reggeli friss levegő, én ezt annyira szeretem. Jól néz ki. Ezért, aki ilyen pici faluban lakik, és csak reggel kijönnek sétáltatni a kutyáját egy ilyen helyre, fú, az nagyon szerencsés. Itt vagyunk az út végén, az anyuka a kutyával eltűnt. Gondolom elment arra. Nem tudom. Én nem, ott vannak jobbra. Próbálok olyan helyen menni, ahol nem teljesen vizes a fű. Jól néz ki. Szerintem a gyerek, a kisgyerek gumicsizmába jött, és belement a kutyával együtt a vízbe. Itt szokás a gumicsizma, ugye nagyon sok a víz, a tengerpart, Angliában is.
és ugye nagyon saras az ilyen erdei környezet, mivel mindig esik az eső, és láttam olyan gumicsizmákat, magas sarkút, meg olyan, mint hogyha fűző lenne, ugye olyan a mintája, mint a fűzős lenne, de lapos. Az még tetszett is. Kicsit ilyen dizájnos. Mert ez nagyon szép, itt el lehetne, bocsánat, el lehetne arra sétálni jó hosszan. Én már lekapcsolom, mert jön egy másik alaki is kutyával. Ott a kisfiú, gumicsizmában van, ott a kislány. Előtte kijöttek az iskola előtt egyet itt kutyát sétáltatni, egy ilyen helyen, amit láttatok. És most meg azt hittem, a kisfiú amúgy lecseréli a gumicsizmát, nem, abba megy iskolába. Ott az anyuka viszi a gyerekeket, hallom, hogy a gumicsizmába fut a kisfiú, és mennek iskolába. Ez milyen jó program? Gondolom, 9-kor kezdődik, vagy hány óra van? Hát akkor még később. Vagy nem tudom, hova mennek? Lehet, hogy egy nyári iskola, és ugyan 9:30 körül kezdődik. Azért itt is vannak értelmes szülők, hogy nem csak a telefon nyomkodják meg a tévét nézik, hanem ilyen helyre hozza ki őket sétálni, kutyát sétáltatni. Ők kettő együtt. Nagyon, nagyon tetszik ez a helyem úgy. Beszélgettem egy skót férfival, meg a kutyája, hát az hanyat vágta magát, megsimogattam, és már ott el volt olvadva, a lábaim előtt hevelt. Nagyon kis lökött kis kutya. Nagyon, nagyon aranyos volt. Na jó, Zolit lassan összekapjuk, én is magamat, aztán mehetünk is. A parkolót elhagyva, már nem készítettünk videót. Késő este jöttünk haza, és már csak annyi erőnk volt, hogy kipakoljunk a lakóautóból. Remélem tetszett ez a rövid túránk a Skót felföldön. Ha igen, akkor kérlek iratkozzatok fel, egy lájkkal támogathatjátok a csatornát, hamarosan jelentkezünk hasonló tartalmakkal, reméljük akkor is velünk tartotok. A következő utazásig, sziasztok!